Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi csatajáték, egy elképzelt 1848-as összecsapásra került sor a Tolnai vármegye székhelyen. Adatvédelmi képzés a hivatalban, 80 fő vett részt az oktatáson. Székely szabadságnapja, Pakson ünnepi műsorral készültek az alkalomra. Benzinkúton verte meg a párját, börtönbe kell mennie az erőszakos férfinak. Katonák csaptak össze egymással szombaton a szekszárdi Prometheus Parkban. A látványos hadászati bemutatóra a március 15-i programsorozat részeként került sor. A csaták során lovasokat és ágyúlövéseket is láthattak az érdeklődők. Puska ropogás és ágyúdörgés szakította meg a nyugalmas hétvégét Szekszárdon, a Prometheus Parkban ugyanis egy korabeli csatajátékot tekinthettek meg az odalátogatók. Sokan voltak kíváncsiak a különleges eseményre, a környező településekről is jöttek érdeklődők. Sok embert vonz ide, és azért is lehet jó, mert megismerik így a régi kultúrákat és az emberek. A hagyományőrző programot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából rendezték meg a Tolnai vármegye székhelyen. Számos katonai hagyományőrző szervezettel karöltve itt a Prometheus Parkban egy olyan kórhű csatajelenet elevenedik meg, amelyben a magyar és az osztrák katonák összecsapásával, ágyúlövésekkel, hagyományőrző öltözettel, lovasrohammal együtt egy kis ízelítőt kaphatnak az ide látogatók, a rendezvényt megtekintő nézők, hogy hogyan is történhetett meg 175 évvel ezelőtt egy igazi csata. A kórhű csatajátékban a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagegyesületei működtek közre, mintegy 110 résztvevővel. A rendezvény egyik fő célja a történelmi emlékezet mellett a hazaszeretet, a magyarság tudat, a honvédelem ügyének erősítése volt. Gyerekek nagyon szokták szeretni, és nagyon emlékeznek rá, és hát itt ilyenkor nem csak a történelmi ismeretük, hanem a magyarság tudatuk is honvédelem iránti ügynek a ügyét is szolgáljuk valamilyen szinten, és ugye most háború van Ukrajnába is, de szoktuk mondani, hogy a hagyományőrzők igazából a megbékélés jele, mert ezeket a történelmnek a volt csatáit ugye együtt játsszuk el románokkal, például szlovákokkal, csehekkel, és igazából ez egy megbékélés a múltnak, a csatáinak a történetszerű lejátszása. Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője az eseményen úgy fogalmazott, hogy az utókornak kötelessége ápolni a hagyományokat, a fiataloknak meg kell mutatni azokat a történelmi értékeket, amelyeket az elődöknek köszönhetünk. Én Szekszárdon hagyományteremtő módon próbálunk egy olyan fajta megemlékezést létrehozni, amely Magyarország egész területéről ide vonza a hagyományőrző honvédokat, és az akkori 175 évvel ezelőtti csatajelenetekkel próbáljuk nagy közönség számára megmutatni, hogy milyen események, milyen izgalmak zajlottak le akkor abban az időben. Remélem, hogy minél többen fognak eljönni, és bízom abban, hogy ez méltó megemlékezés lesz a 175 évvel ezelőtti eseményeknek. Ezek a felvételek pedig már a Kölesd melletti Borját pusztán készültek. Petőfi itt vendégeskedett egy gyerekkori barátjánál, Sas Istvánnál 1845 nyarán. Több költeménye is ezen a helyen született meg. A költő emlékét azóta egy méhes és szobor őrzi. Most ezeket megkoszorúzták. Hoppá Péter a Petőfi 200 emlékévért is felelős miniszteri biztos, aki a szekszárdi csatajelenet megálmodója is egyben. Az esemény után azt mondta, öröm látni, hogy a szabadságharc eszménye és a kulturális öröksége a ma élők mindennapjainak is része. Minden szegletében az országnak mindenki kötődik Petőfihez, hiszen a mai identitásunknak az alapját, egy nagyon fontos szikla fundamentumát adja a 48-as örökség, ez most már 175 esztendős, és ebben Petőfinek természetesen Jókaiékkal, Orlai Petlis Csomájékkal, Vasvári Pálékkal és másokkal, az akkori pesti srácokkal, a március hívjakkal nagyon fontos jelentősége és szerepe volt, és máig hálásak vagyunk. Az egész napos program sorozat az egyik szekszárdi borászatnál megtartott tábori istentisztelettel és közös vacsorával ért véget.
Március 16-án éjfélig kell befizetni a gépjárműadó első részletét, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. Legegyszerűbben az elektronikus tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő linkre kattintva, vagy a NAV mobilban fizethető be az adó. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek, átutalással rendezhetik a fizetést, írják a közleményben. Az elektronikus elérhetőséggel rendelkezőknek az iratokat az adóhatóság elektronikusan küldte mindenkinek. Online elérhetőséggel nem rendelkezők postán kapják meg a dokumentumokat. Kiemelik, hogy a gépjárműadó első részletét március 16-áig, március 15-e munkaszüneti nap, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovat elején. A személyes és közérdekű adatok megfelelő kezeléséről, használatáról tartottak képzést a szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozóinak. Az oktatáson közel 80 fő vett részt. Dr. Gábor Ferenc jegyző elmondta, rendkívül fontos, hogy az adatkezeléssel érintett kollégák naprakész ismeretekkel rendelkezzenek. Egészségügyi adatot egy futóverseny kapcsán ne kezeljük. Adatvédelmi tájékoztatót tartottak a szekszárdi polgármesteri hivatalban, az ügyintézők figyelmét hívta fel az adatvédelmi változásokkal és veszélyekkel kapcsolatban a szakember. Első körben most ugye a 2018-as 679-es rendelet ugye a GDPR alapján fogunk igazából, vagy fogok első körben egy előadást tartani a hivatali és az önkormányzati dolgozóknak. Ugye itt azt fontos kiemelni, hogy mi segítünk igazából Szekszárd városának, tehát hogy meg tudjanak felelni egyrészt a rendeletnek, másik oldalról pedig azt, hogy a hétköznapi felmerülő problémákban tudjunk nekik segíteni, és segítőkezet tudjunk nyújtani. Közel 80-an vettek részt az oktatáson, dr. Gábor Ferenc jegyző szerint kiemelten fontos, hogy a dolgozók naprakész tudással rendelkezzenek az adatkezeléssel kapcsolatban, és ezeket a megfelelő módon tudják kezelni, hiszen nap mint nap személyes és közérdekű információkat dolgoznak fel. Például a személyes lakcím nyilvántartásban szereplő adatok azok mind személyes adatok. Ezek az adatokra a betekintésre az arra jogosult, illetve a jogszabályon felhatalmazott, erre felhatalmazott személyek jogosultak betekinteni. És nyilván nekünk arról kell gondoskodni, hogy ezek az adatok illetéktelen személyek kezébe ne kerüljön. El kell tudni különíteni, hogy kinek van erre jogosultsága, kinek van erre felhatalmazás. A képzést két alkalommal tartják meg a Tolnai Vármegye Székhely polgármesteri hivatalában dolgozók számára. Elkötelezettek vagyunk a mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének folyamatos növelése és a környezet megóvása mellett, jelentette ki Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly változások zajlanak gazdasági és társadalmi szinten is, sőt a fogyasztói szokások és igények terén egyaránt. Éppen ezért ma versenyelőnyt jelent a mezőgazdaságban, ha a gazdálkodók az új körülményekre megfelelő tudással, kellő alkalmazkodó képességgel és nyitottsággal reagálnak, mondta. A miniszter a tavalyi év legnagyobb sikerének nevezte, hogy az Európai Bizottság elfogadta a közös agrárpolitika stratégiai tervét, ami minden magyar gazdálkodó számára biztosítja a fejlesztési lehetőségeket. Az uniós források a kiemelkedő arányú 80%-os nemzeti költségvetési hozzájárulással együtt minden eddiginél több, mint egy 5300 milliárd forintot biztosítanak a magyar vidék a gazdálkodók és az élelmiszerfeldolgozó vállalkozások számára. A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben hozta meg azt a határozatot, mely alapján minden év március 10-e a Székely Szabadság napja. 1854-ben ezen a napon több embert is kivégeztek, akik a magféle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját szerették volna újra fellobbantani. Pakson két szervezet együttműködésével emlékeztek a székelységre. Szenyes ígen, szenyes kogyán, nezőségem, babít anyám. A Szarkaláb Néptánc Egyesület műsora elevenítette meg a székelység hagyományos népviseletét, énekeit, táncaikat Pakson, a Székely Szabadság napja alkalmából megrendezett ünnepségen. Az Erdélyi Magyarok Tolnamegyei Egyesülete és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, valamint tagegyesületeik közösen vettek részt a még 2012-ben életre hívott emléknapon. Ilyenkor Székelyföldön és szerte a világban a magyar közösségek nyilvános összejövetelekkel nyilvánították ki együttérzést
döntésüket a székelység érdekeit megfogalmazó megmozdulások mellett. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is hangsúlyozta, többek között arra buzdít ez a nap, hogy az ősöktől kapott értékeket őrizzük meg és adjuk tovább. Ennek emlékére jöttünk össze most is, hogy autonómiáért, illetve a jogaikért kiálljanak a székelyek, az erdélyi székelyek. Természetesen ezt mi bukovinai székelyek, messze menőkig támogatjuk, hiszen akkor nem lett volna a madifali veszedelem, akkor mi is tulajdonképpen Erdélyben, illetve Székelyföldön élnénk. Tehát mindenképpen egy vérből valók vagyunk, és kötelességünk kiállni. Az emléknapra történelmi és kulturális műsorelemekkel készültek a szervezők. Ez az ünnep a székelység összetartozásának napja, mondta Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke. A székelységben, mint magyar nemzetrészben mindig is erős volt a szabadság utáni vágy. Az az ember, aki közel van testileg a természethez, lelkileg pedig a teremtőhöz, ösztönösen szabad emberré válik. Az ünnepség után fáklyás menet indult a Paksi Városháza előtti Emte kopjafához, ahol koszoruk elhelyezésével rótták le tiszteletüket a székely vértanúkra emlékezve. Időjárástól függetlenül jelentős nyomás alatt tartják az illegális bevándorlók a déli határt. Ennek oka, hogy szinte 100%-ban embercsempészek alakultak sok alkalmazottal, korszerű, fejlett technikai eszközökkel, jelentős pénzzel, akik autókkal, buszokkal szállítják a migránsokat, a határtérségben megfigyelő rendszereket működtetnek és igyekeznek kiismerni a határőrizeti rendszert. Bakondi György szólt arról is, hogy az Európai Bizottság politikája ellentmondásos az illegális bevándorlás területén. Példaként említette, hogy nemrég bejelentették, a külső határokat rendkívüli mértékben őrizni kell, és akár kerítést is kell építeni. Ezzel egy időben azonban bírósági stádiumban van az az eljárás, melyet a bizottság Magyarország migrációs politikája miatt indított. Rosszul lett egy idős férfi az egyik szekszárdi áruházban hétfőn. Újra kellett éleszteni, amit a mentőhelikopter kiérkezéséig egy éppen ott tartózkodó tűzoltó kezdett meg. Szombaton két könnyű sérüléses és két anyagi káros baleset történt. Hőgyészen közlekedett autóval egy 32 éves férfi Szekszárd irányába. Nem tartott kellő követési távolságot az előtte haladó és jobbra bekanyarodó kocsi mögött, így fékezés nélkül nekiütközött. A balesetben a kocsit vezető férfi és utasa is könnyebben megsérült. Németkéren egy 36 éves helyi férfi Cece irányából Paks irányába ment ittasan autóval, amikor áttért a menetirány szerinti baloldali forgalmi sávba, majd az útpatkára hajtott és egy betonozott kapubejárónak csapódott. A sofőr nem használta a biztonsági övet sem, és a balesetben könnyebben megsérült. Mivel a szonda esetében pozitív értéket mutatott, a rendőrök előállították további mintavételre. Vasárnap két vadelütés is történt. Benzinkúton verte meg a saját élettársát egy férfi Szekszárdon. Az eset még tavaly nyáron történt egy családi veszekedés után. Az ügyben most született ítélet, a támadónak börtönbe kell vonulnia. Nyilvános helyen egy szekszárdi benzinkút eladó terében támadt rá párjára a most 25 éves helyi férfi. Az asszony a kislányával menekült oda, miután összevesztek otthon. A párja nem sokkal később utánuk ment, majd üvöltözni kezdett. A boltban többen is tartózkodtak. Egyszer csak ököllel megütötte az élettársát, aki ettől leesett a bárszékről, amin ült, és fellepett a szája. Az ügyben indult eljárás most zárult le. A szekszárdi járásbíróság ítéletet hirdetett súlyos testi sértés büntette ügyében. A vádlottat bűnösnek mondta ki súlyos testi sértés büntettének kísérletében, ezért többféle büntetést alkalmazott. Elzárással sújtotta, valamint közérdekű munkát és pénzbüntetést szabott ki a vádlottal szemben. Az örjöngő férfira így 10 nap elzárás és 120 óra közérdekű munka vár, de 300 ezer forintot is meg kell fizetnie. Ő korábban már többször is volt büntetve, volt, hogy fegyveres garázdaság miatt, egyszer pedig csalásért.
A bíróság súlyosító körülményként értékelte a vádlott többszörösen büntetett előéletét, illetve azt, hogy felfüggesztett szabadságvesztés hatája alatt követte el a bűncselekményt, azonban eltekintett attól, hogy ezen felfüggesztett szabadságvesztés elrendelje, hanem egyéb szabadságelvonást, elzárást alkalmazott, így a vádlottnak tulajdonképpen börtönbe is kell vonulnia, közérdekű munkát is kell végeznie, valamint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett, mert azt az ügyész és a vádlott is tudomásul vették. Március 18-án ismét megrendezi a helyi darts szakosztály a Szekszárd Darts Open elnevezésű versenyt, írt a honlapján a Szekszárdi Sportközpont. A megmérettetés 4 fordulóból áll majd. Közölték, a bajnokság célja egyrészt eldönteni, hogy idén kiérdemli ki a szekszárdi darts bajnok címet, másrészt pedig versenyzési lehetőséget szeretnének biztosítani az amatőr sportolóknak is. A résztvevők száma korlátozott, így összesen 64 fő nevezését tudják elfogadni. Továbbá az első 3 helyezett érem és pénzdíjazásban is részesül. Regionális híreink következnek. Nem szavazták meg, nem emelkednek a térítési díjak a családi bölcsődékben. Segítséget kér a Pécsi Nevetnikék Alapítvány, cégek, magánszemélyek támogatását várják további működésükhöz. 50 alkotást díjaztak, kihirdették az országos horvát rajzpályázat eredményét. A városvezető frakcióból sem szavazta meg mindenki, ezért nem emelkedtek Pécsett a családi bölcsődékben a térítési díjak. Ez volt egyébként az első olyan alkalom 2019 óta, hogy a képviselőtestület többsége nem fogadta el a polgármester javaslatát, mondja Barkóczi Csaba, fideszes képviselő. Ez annak is köszönhető többek között, hogy a testületi ülésen elmagyaráztuk polgármester úrnak, hogy addig, amíg több 10 millió forintot költenek éves szinten ügyvédi megbízási díjakra, alapvetően a polgármester úr baráti körébehez tartozó ügyvédeknek, és amíg több 100 millió forintos értékben fizet ki Pécs az önkormányzati cégeknél prémiumokat, jutalmakat a különböző cégvezetőknek, addig nem lehet azt megtenni, hogy akárcsak jelképes összegben is, de hát itt nem jelképes összegről lett volna szó, hanem 20%-os emelést jelentett volna például a kertvárosi bölcsödében. Ez az emelés ilyen típusú terhet ró a családokra, a kisgyermeket nevelő pécsi családokra. Segítséget kér a Pécsi Nevetnikék Alapítvány további működéséhez. Az önkénteseket foglalkoztató szervezet a beteg gyerekek mindennapjait tudja jobbá, szebbé tenni, segítő, gondoskodó munkájával. Ez azért nagyon fontos, mert a kis betegek mellett nem tudnak mindig ott lenni szüleik. Ilyenkor az önkéntesek jelentik számukra a családot. Cégek, magánszemélyek támogatását várják és köszönik. Az ismert energiaválság gazdasági gondok miatt a rendszeres anyagi támogatóik kevesebb adományt tudnak utalni a Nevetnikék Alapítvány számára. Ők azok az önkéntesek, akik a beteg gyerekek mindennapjait igyekeznek megszépíteni. Jelenleg kevesebb adomány érkezik be hozzánk, mint korábban. Viszont a kiadásaink megnőttek, hiszen kell tartanunk egy házat, fizetni kell ennek a rezsiköltségét, meg a karbantartását, és az önkénteseink száma is megnőtt, ami viszont maga után mondza, hogy sokkal több eszközre is szükségünk van, viszont ez a támogatási forrás meg nincs meg hozzá. Úgyhogy ezt szeretnénk így bővíteni a támogatói bázist is, hiszen a meglévő támogatók kevesebbet tudnak utalni, és azzal szeretnénk kompenzálni, hogy viszont akkor új embereket állítunk magunk mellé, hisz jelenleg azért, mert több ezer gyerekhez tudunk eljutni. Szeretnék továbbra is megtartani segítő, gondoskodó munkájukat, hiszen a kis beteg gyerekek, akiknek a szülei nem tudnak rendszeresen mellettük lenni, rengeteg szeretetet, foglalkozást, odafigyelést kaptak az alapítvány munkatársaitól. Alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek más közegben tudjanak gyógyulni a kórházban, és ezt egyrészt az önkéntesek ilyen élményprogramokat tartanak, zenélnek, báboznak, bűvészkednek a kórházban, mert elterelik a figyelmüket, másrészt mesefalfestéssel dekoráljuk a kórtermeiket, harmadrészt pedig saját kezileg készítünk játékokat, amit kezelés után egy kincses ládából tudnak kiválasztani, és az orvosok így ezzel próbálják őket motiválni, hogy még tartsanak ki egy kicsit, mert hogy utána jön a jutalom, és vannak olyan krónikus gyerekek, akik már gyűjtők, és ahányszor jönnek vissza kezelésre, mindig más játékot választanak ki maguknak. Ők azok, akik kórházaknak mesefalat festenek. Itt az alapítvány bázisán a Bajnok utcában szintén csodás mesefal látható, érdekes 100 darab kis lyukas karikával. Ennek is van célja a támogatók számára.
Ez azt szimbolizálja, hogy ahhoz, hogy mi ezeket a kincses ládákat egész évben újra tudjuk tölteni, szeretnénk 100 vállalatot magunk mellé állítani, elsősorban a dél-dunántúli régióban, de hogy egyébként az országból bárhol lehet hozzánk csatlakozni. Ez egyrészt egy anyagi támogatást vonz maga után, másrészt viszont lehetőség van ezeknek a vállalatoknak részt venni a játékműhelyben, egyrészt itt a házikunkban, másrészt viszont ki is tudunk menni helyszínre, ha arról van szó, és ezáltal a dolgozók részesévei is válnak, és tudni fogják, hogy tulajdonképpen melyik ügy mellé állt oda a vállalatuk. Másfél éve költözött új otthonába a beteg gyerekekkel foglalkozó Nevetnékék Alapítvány. Akkor számos támogató cég, szervezet, magánszemély és önkéntes nyújtott hadható segítséget, hogy ez létrejöhessen. A támogatásokat a honlapjukon a nevetnikek.hu oldalon látható bankszámlaszámra kérik. Magánszemélyek is akár havi 1000 forinttal is segíthetik munkájukat. Az országos horvát önkormányzat minden évben rajzpályázatot hirdet óvodás, általános iskolás és középiskolás kategóriában. A Miroslav Kleža oktatási központ aulájában tartott díjkiosztógálán 50 pályaművet jutalmaztak. A rajzverseny érdekessége, hogy a gyerekeknek pár mondatban be kellett mutatniuk alkotásukat horvát nyelven. Összesen 143 alkotás érkezett az Országos Horvát Önkormányzat nemzetiségi rajzpályázatára. Az óvodásoktól a középiskolásokig korcsoportonként díjazták a műveket. A téma idén az volt, miért jó magyarországi horvátnak lenni, miért tartják magukat szerencsésnek a gyerekek, hogy ehhez a nemzetiséghez tartoznak. Hédi első díjas lett. Egy akváriumot rajzoltam, már tavaly voltunk megnézni a Szikvanicán az akváriumot, és nagyon tetszett, és akkor azt csináltam. Péter külön díjat kapott a rajzpályázat eredményhirdetésén. Én rajzoltam egy borús képet a tájról. Igazából azt akartam kifejezni vele, hogy én nagyon szeretem az esőt, a vihart, és nekem ez szerencsé, hogyha esik, mert én szeretem nagyon. A rajzverseny érdekessége, hogy a gyerekeknek pár mondatban be kell mutatniuk alkotásukat horvát nyelven. Én mindenkinek szeretnék gratulálni. Nagyon ügyes rajzokat láttunk. Gyerekek nagyon ügyesek. Most annyit kell tudni még az országos rajzversenyről, hogy a gyerekeknek 3-4 mondatban le kellett írni a rajzuknak a tartalmát. Egy pár diák ezt a mai rendezvényen el is olvasta, úgyhogy gratulálok neki. A Miroslav Kleža Horvát Oktatási Központ aulájában tartott díjkiosztógálán a beérkezett 143 alkotásból 50 pályaművet jutalmaztak. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Szekszárdi csatajáték egy elképzelt 1848-as összecsapásra került sor a Tolnai vármegye székhelyen. Adatvédelmi képzés a hivatalban, 80 fő vett részt az oktatáson. Székely Szabadság napja, Pakson ünnepi műsorral készültek az alkalomra. Benzinkúton verte meg a párját, börtönbe kell mennie az erőszakos férfinak. Kedden délelőtt változóan felhős, napos, kifejezetten enyhe időre van kilátás, eleinte élénk délnyugati széllel. Délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, várhatóan országszerte beborul az ég. A délután folyamán szórványosan, de sokfelé alakul ki eső, záporeső. Az esti órákban hideg front érkezik. Éjszaka országszerte marad a borongós égbolt. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!